Jól kezdtünk, sok helyzetünk volt, és úgy tűnt, hogy magabiztosan hozzuk ezt a meccset, de ezután egy kicsit visszaestünk, és voltak problémáink a védekezéssel, annak ellenére, hogy rengeteget gyakoroljuk ezt az edzéseken. Végül is a mérkőzés végére a védelmünk összeállt, a Diós Győr egyáltalán nem tudott helyzeteket kialakítani, és örülök, hogy újabb 3 ponttal gazdagodtunk. Alapjában véve a védelemmel elégedett vagyok, viszont rengeteg helyzetet hagytunk ki, és ezt a jövőben mindenképpen orvosolnunk kell. Az, hogy Lipták Zoltánról átkerült a kapitányi szalag Sándor Györgyre, az nem csak az én döntésem volt, hanem a klubé is, hiszen a csapatkapitánynak nem csak a pályán, hanem azon kívül is képviselnie kell a klubot.